Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Elkezdte a felkészülést a Kisvárda Master Good. Szombaton már edzőmeccset játszik a Nyíregyháza Spartacus. Ausztráliában indította az évet Fucsovics Márton. Idén nem utaznak Dél-Afrikába nyíregyházi dugóatléták. Ismét van NB2-es férfi kosárlabda csapata megyének. Minimális a játékos mozgás a nyíregyházi kéziseknél. Elkezdte a felkészülést a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 hatodik helyén álló együttes a jövő hétvégén játsza első edzőmeccseit, majd január végén Törökországba utazik a másodosztályú újonca. A pihenő utáni szünet utáni első edzésen leginkább az érdekli a szurkolókat, hogy milyen változások történtek a játékos keretben, kik a távozók és kik az új játékosok vagy az esetleges érkező Kisvárdán. Két távozónk van, a Koronci Bence a Szigetszent Miklósra megy, illetve a Tarci Pali a kapuból Mosonmagyaróvárra távozik, a Fazekas Gézával szerződése körüli jogi viták vannak még nem tisztázódott a helyzete. Érkezőkről egyenlőre, aki aláírt a szerződést, a Délce Gergőről számoltok be. A kapusposzton több jelentkező van, a héten velünk gyakorol a Pokorni Peti szolnokról, megnézzük, milyen állapotban számíthatunk rá, illetve van még másik két játékos, akit most nem szeretnék említeni. Van még elképzelésünk, annak függvényében fogjuk kialakítani a keretünket, hogy mi történik az Ézing Martinnal, őt jelenleg a mezőkövet visszarendelte, illetve még elképzelhető, hogy a középpályára valakit szeretnénk hozni. A Mincér Tibinek az iskolai elfoglaltságai nem teszik lehetővé az délelőtti edzésre járást, ugye ő tanít Nyíregyházán. Annak ismeretében szintén még oda elhozhatunk játékost, egyébként meg vagyunk, nem lesz nagyobb vándorlás. A csapatnak az ereje, én azt gondolom, abban lesz, hogy együtt maradunk, és egy homogén társaságnak lehetünk majd a tanulni. Én úgy érzem, hogy egy jó felkészüléssel ez a társaság lényegesen többre képes, nem indokolt újabb játékosoknak a idehozatala. Beiktattak egy külföldi edzőtábort a felkészülési időszakba. Miért volt erre szükség? Elsősorban azért, hogy egy kicsit eltávolodjunk itt a szürke hétköznapok nehéz felkészülésé után egy olyan tájékra, ahol a napsütés az jobban feltölti a szervezetet és jobb hangulatot eredményez. Másodszorban pedig különböző stílusú és kulturájú nemzetekkel fogunk tudni majd edzőmérkőzést játszani. És nagyon fontos, hogy a következő szezonban 10 edzőmérkőzésünk lesz, és most ezt szeretném súlykolni, hogy az idegenbeli taktikánkat tökére fejleszünk. Teljesen más stílusban és hadrendben kell majd játszanunk, mint tettük azt az elmúlt szezonban. A téli időszakot felhasználtuk arra, hogy az elemzéseket alaposabban kiértékeljük, és bizony ebben láttunk olyan lehetőségeket, amelyeket, hogyha kijavítunk, akkor lényegesen többek lehetünk, és a hibák is természetesen orvoslásra kerülnek majd. A másik nem utolsó szempont pedig, hogy a téli időszaknak az egyik nagy hátránya, hogy a fűn Magyarországon nem tudunk edzeni, ott pedig ragyogó jó idő van, műfűves pálya helyett átérünk majd arra, és remélem, amikor hazajövünk, akkor már használhatjuk majd a hazai fűet, és azon tudjuk majd játszani a bajnoki meccseinket, és arra ott mindenképpen a török pályákon kell, hogy fölkészüljünk. Nagyon szoros az NB2-ben a mezőny, sűrű a tabella, milyen tavaszra lehet számítani? Az imént vázoltam föl a fiúknak az elképzelésemet, én úgy gondolom, visszatérek ahhoz, láttam a elemzéseinket. Azt korábban már jeleztem, hogy a legmagasabb labdabirtoklással a mi csapatunk bírt. Na most ezen biztos változtatni fogunk, racionalizálni fogjuk a játékunkat. Korábban meghatároztuk a 7.-11. helyet. Én most egy kicsit magasabbra helyeztem a részet, a dobogóra szeretném a csapatot vinni, azt szeretném, hogy ott lássam őket. Ez a keret, én azt gondolom, még annak ellenére is, hogy idegenben sokkal többet játszunk, alkalmas. A hazai pályán azok a csapatok jönnek majd hozzánk, amelyek a kiesési zónában helyezkednek, leszámítva a mezőkövesdet. Én úgy érzem, hogy azok a pontok azok kötelező kategóriába tartoznak majd, és azt is tudjuk, hogy egy kiesés minden áron elkerülő csapatok nagyon nagy veszélyt jelentenek, majd gondolok itt az Ajkára, a Soroksár és a Vác is az is nagy erőfeszítéseket tesznek a bemaradás érdekében. Tehát én úgy érzem, hogy ezek a csapatok a konkurenségtől is pontokat fognak csenni, és az már most látszik, hogy a középmezőny szinte soha nem látott közelségben van egymáshoz.
egy pici hiba azonnal végzetesnek számíthat, ugyanakkor 2-3 sikerrel ott lehetünk a tabellának az elején, és mi erre számítunk, hogy oda szeretnénk kerülni. Mikor, hol és ki elne játsz az első felkészülési meccsét a csapat? Jövő hét szombaton, az első keményebb hét után hazai pályán 2 borsodi csapattal, a Putnokkal és a Tájával lesz már egy dupla edzőmérkőzés napunk, azt követően pedig külföldi csapatokkal. Azt gondolom, hogy a 90 perces terelést szem előtt tartva dupla edzőmeccseket fogunk tudni játszani, és remélem, hogy egyre inkább a játékunk is a Törökországra már kialakul. Készül a Nyíregyháza Spartakusz is. Mátyus János együttese szombaton a Nyírbátor ellen játssza első edzőmeccsét, amelyet még 8, köztük 4 törökországi követ a február 10-én esedékes Debrecen elleni Magyar Kupa mérkőzésig. Több csapathoz hasonlóan a Nyíregyháza Spartakusz is elkezdte a hét elején a felkészülést, míg a játékosok pihentek, a vezetők dolgoztak, mivel teltek az elmúlt hetek. Hellóval, játékosokkal tárgyaltunk, azokkal is, akik a mi játékosaink is. Meg akarunk tőlük válni, azokkal is, akiket szeretnénk idehozni. Alakulgat, nem egyszerű dolog, ez ilyenkor nehéz játékost igazolni, főleg NB3-ban nehéz játékost igazolni, és meg kell egyezni a klubjukkal, meg kell egyezni a volt edzőjükkel. Vannak nevek, lesz 4-5 új játékosunk, a héten már lehet majd új arcokat látni, talán már a holnapi edzésen is. Többet nem nagyon tudunk erről mondani, mi nem született meg a megállapodás, nem illik meg, kértek is a játékosok, hogy ne beszéljünk róla. Nem nagyon fogjuk meglepni a szurkolókat, lesznek ismerős arcuk köztük, de még képlékenyek a dolgok, bár a szóbeli megállapodás a játékosokkal részben megtörtént. Hogyan néz ki a felkészülési program, hiszen nem is bajnoki meccsel, hanem a debreceni kupa meccsel kezdi majd a éles meccsek sorát a csapat? Most egy ráhangoló hét van, 2 edzéssel kezd a csapat, aztán csütörtökön is 2 edzés lesz, szombaton egy edzőmeccsel zárjuk a hetet. Reményeink szerint akkor majdnem végleges lesz a keret, vagy kezd hasonlítani a véglegesre. Aztán itthon készülünk január 22-ig, elmegy a csapat Törökországba, egy 10-napos edzőtáborba, és akkor már célegyenesben lesz a első kupa meccs, arra kell készülnünk a Debrecen ellen. Hány felkészülési meccs van tervezve a február 10-ig tartó időszakra? Edzőtáborban 4, ami biztos lesz, közöttük magyar csapat is. Ott is felborult a rend, mert sokan visszamondták, és át kellett szervezni a edzőpartnereket. Itthon is minimum 4 meccset szeretnék játszani, de ha úgy jön ki, akkor még játszunk más kisebb osztályi csapatokkal is. Tehát összességében 8-10 edzőmeccs lesz a felkészülési időszakban. Törekszünk arra, hogy amit lehet, itthon játszunk. Jelente valamilyen nehézséget az, hogy tavasszal, mert hogy a csapat meg akarja nyerni a bajnokságot, már a magasabb osztály is kell, hogy készüljön? Nehézséget nem jelent, meg akarjuk nyerni. Nyilván, hogy feljutó helyen vagyunk, a második helyen is, de azt kudarcnak tartanám. Igyekszünk most olyan játékosokat idehozni a csapathoz, akit NB2-be is már számításba lehet venni. Tehát azért vagyunk óvatosabbak, 8-10 játékost könnyű lenne most idehozni, nem akarjuk felforgatni a keretet, meg nem akarunk fél évre igazolni. Olyan játékosokat fogunk igazolni, akivel fél év plusz egy éves szerződést kötünk, hogy ez alatt a fél év alatt derüljön ki, hogy alkalmas azokra a célokra, amire a szakvezetés szánta, vagy esetleg van olyan játékos, aki sérült, de tehetséges, illetve sérülésből lépett ki, és tesztelni akarjuk ebbe a fél évben, hogy alkalmasabb komoly fizikai munkára. Nyilván az lenne a cél, hogy már most alakuljon ki egy NB2-es csapatnak a gerince, és a nyáron a hiányzó posztokra még ráigazolni. Félig meddig ezt tartjuk most szem előtt, ezért is vagyunk óvatosabbak az igazolással. A szokásos orvosi felméréssel kezdődött el a felkészülés, milyen állapotban tértek vissza a pihenőről a játékosok? Jóban, egy pár percet kaptam meg az eredményeket, de ki kell elemezni, de az első ránézésre úgy néz ki, hogy mindenki aktív pihenéssel töltötte a vakációját. Ma már ugye elkezdődött a munka érdemi része, hiszen ma már 2 edzünk, reggel a teremben, délutánban pedig megyünk Örökösföldre. Bő 5 hét vagy szűk 6 hét van hát az első tétmeccsig, milyen időszakra számíthatnak a játékosok? Mindenkelőtt keményre, hiszen az a legnehezebb időszak a játékos életében a téli fölkészülés. Bár most nem lesz annyira hosszú, mint ami a korábbiakban volt, hiszen február közepén már fogunk játszani tétmérkőzést, de hát kemény lesz. Reméljük a sérülések megkímélnek minket, és reméljük, hogy minél
több minőségi játékos még idebírunk csábítani. Várható-e valamilyen változás a csapatjátékában tavaszra az őszihez képest? Én remélem, hogy nem sok, hiszen jól szerepeltünk, kupában is állunk. Még azt tény, hogy minden csapat életében mindig kell lépegetni előre. Azzal leszünk mi is, hogy még jobbá tegyünk a játékunkat, még több lehetőségünk legyen a gólszerzésre, hátul még stabilabbak legyünk, és még jobban szerepeljünk. A Debrecen elleni kupa meccsel kezdődik gyakorlatilag a szezon, nem a kupa az elsődleges, de hát egy Debrecen elleni meccs, egy nyíregyházi csapat, egy nyíregyházi játékos, egy nyíregyházi közönség számára mindig különös presztízzel bír. Ezt én érzem. Tudom azt, mit jelent a Diózsér ellen játszani, tudom azt, mit jelent a Debrecen ellen játszani. A sorsolás szeszély alapján most Debrecenen fogunk játszani. Úgy érzem, papíron a Debrecen nálunk sokkal esélyesebb, hiszen az ország egyik legerősebb csapatáról van szó, de mindenképpen szeretnénk szép eredményt elérni, és én nem zárom annak lehetőségét, hogy őket kiüssük. Még egyszer mondom, ez nagyon-nagyon nehéz lesz, de meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy egy nagy mérkőzést, kettőt nagy mérkőzést játszunk velük. A hétvégén Szombaton Nyírbátor ellen már felkészülési meccset játszik a csapat. Hány mérkőzés szerepel a programon is? Milyen minőségű ellenfelekkel? Lassan most már hagyomány, hogy az első felkészülési meccsünket a Nyírbátorral játsszuk. Így lesz ez most is, szombaton játszunk 10 órakor Örökösföldön velük. Aztán lesz még két hazai meccsünk, illetve elmegyünk január végén Törökországban. Ott 4 felkészülési mérkőzés vár ránk. Ott már azért gyakorlatilag szeretném, hogyha az úgymond kezdőcsapat szerepelne, az még sokat kell dolgozni, hogy ott legyünk. A világranglista 215. helyén zárta az elmúlt évet Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező már Ausztráliában hangol az év első Grand Slam tornájára. Elég vegyes érzések kavarodnak bennem. Voltak szép emlékeim, és voltak csúnya elsőkörös vereségeim is. Itt először is a győzelmekről beszélnék. Örülök, hogy a Davis Kupa csapattal fel tudtunk jutni az első csoportba, ami 16 év után most nekünk sikerült. Majd játszottam egy pár fő ATP főtáblákat, egy pár Challenger elődöntőket, úgyhogy örülök, hogy így is a 200. helyet meg tudtam tartani. Melyik volt a legjobb tornád, és melyik volt az, amelyik után a legtöbb hiányérzet maradt benned? A legjobb tornám szerintem a ATP 500-as barcelonai, ahol a főtáblára feljutottam. Ott nagyon jól játszottam, és talán ezt is sajnálom a legjobban, mivel az első körben egy verhető ellenfelet kaptam, de sajnos kikaptam tőle, úgyhogy ott még tudtam volna egy kicsit menetelni. Azt már sokszor megemlítetted, hogy nagyjából az első 2-300 között hasonlóak a képességek a pillanatnyi formadőn. Mégis mi kellene az, hiszen az idejében 2015 végén beszélgetünk, mivel január 1-én már utazol Ausztráliába. Vannak olyan játékosok, akik hirtelen egy-egy versenyen akkorát tudnak előrugrani, hogy bekerülnek az első 100-ba vagy 50-be. Mi kell ahhoz? Kell egy kis szerencse is hozzá, hogy éppen azon az adott versenyen, mondjuk egy nagyobb Grand Slam tornán, vagy egy nagyobb ATP tornán úgy kijön a lépés, olyan sorsolást kapjak, olyan formában érkezzek a versenyre, igazából soha nem lehet tudni, hogy mikor fog kijönni a lépés. 2015-ben 3 edzővel is dolgoztál, most pontosabban már az év végén a harmadikkal. Mi indokolta a váltásokat? Ugye hazajöttem Franciaországból, és itthon akartam edzeni. Nehéz volt edzőt találni, de most úgy néz ki, hogy megtaláltuk. Sáv volt Attila személyében. Korábban 60. volt a világranglistán, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ő át tudja nekem adni azokat a tapasztalatokat, amivel ő be tudott ürni az első 100-ba. Ha minden igaz, ott lesz veled a versenyeken, mekkora segítség az, ha ott van egy edző a mérkőzés közben? Elvileg ugye tanácsot meccs közben nem lehet adni, de hát mégis gondolom, hogy hátteret jelent. Persze nagyon fontos, hogy legyen ott velem valaki. Kifejezetten örülök, hogy egy olyan edző lesz ott mögöttem, aki átélte ezt a helyzetet, amiben most én is benne vagyok, hogy az első 100-ba bejutás a cél. És ahogy mondtam az előbb, éppen ezért ő esett rá a döntés. Egyébként mekkora stábbal utaznak a legjobb, akit gondolok a masszőrtől orvosig, étkezési tanácsadóig? Ha Federerről beszélünk, akkor neki egy olyan 10-15 fős csapata van. Itt van benne masszőr, fíziós, két edző, kondi edző, családtagjai ott vannak vele, úgyhogy bő csapat. Már említettem, hogy január elején elutazol Ausztráliába. Hogy néz ki az első hónapok programja? Először is kezdek egy Challenger tornával, itt főtáblán leszek, Adelaide-ben, majd Melbourne-ben 13-án a selejtezőt fogom játszani. Mit tűztél ki
célként a 2016-os évre? Még mindig az első 100 a célom, és utána pedig az első 50. Az elmúlt évektől eltérően ezúttal nem utaznak dél-afrikai edzőtáborba a nyíregyházi dobóatléták. Szikszai Róbert megcélozza az olimpiai kiküldetés jelentő 65 métert, első lépésként azonban az amszterdami felnőtt Európa-bajnokságra szeretne kijutni Kerekes László tanítványa. Egy kicsit túl korán kerültek a versenyzőim csúcsformában, tehát kevés volt az az időszak, amit igazán az erősítéssel töltöttünk. Most úgy gondoltam, hogy ezen most változtatunk, és később menjünk edzőtáborba, nem Dél-Afrikába, egy kicsit közelebb. Hogy néz ki akkor most a felkészülési időszak? Két hónapja kezdtük el az úgynevezett alapozást, nagyon jó állapotban vannak a fiúk. Eddig sikerült sérülésmentesen és betegségmentesen készülni, ami igazán nagy dolog, mert van ugye 30 gyerek, még ugye annyiból áll a csoport. Nagyon sokkal előrébb tartunk, mint tavaly ilyenkor, holnap lesz a felmérés, és igazából akkor számszerű adatokkal is tudom összesíteni, hogy hogyan állunk. Az elmúlt évre, a 2015-ös esztendőre nem lehet panasz. Nézzük, hogy az élversenyzők számára mi lesz a 2016-os év legfontosabb versenye. 16 az olimpiai éve, de úgy gondolom, hogy ez még egy kicsit korai nekünk, ha már egy kis szerencsével, ugye Szikszai Róbert közel kerülhet a kijutáshoz. Az utóbbi időben kicsit ugye vissza is estek az eredmények, ugye bízunk abban, hogy egy kicsit komolyabb lesz az úgynevezett ellenőrzés, és ezért talán van esélyünk. Igaz, a csökkentett létszámú olimpiai részvények miatt ugye 32 ember juthat csak ki, ezért tehát meglátjuk. Káprál Jánosnak mi a cél? Káprál János ugye túl van már azon a úgynevezett sérülés utáni visszatérésen, beállt a sorba. Bízunk benne, hogy egy stabil 60 méteres dobó lesz belőle, és ugye Európa-bajnokság lesz, felnőtt Európa-bajnokság, amire szeretném, hogyha kijutnának. Az elmúlt évben Kerekes Dóra is ott volt az 23-as Európa-bajnokság döntőjében. Neki mi az év főverseny idén? Kicsit szerencsétlen helyzet, hogy ugye még utánpótlás korúak, és ebben az évben utánpótlás korú verseny nem lesz, nemzetközi verseny nem lesz. Nagyon nehéz ugye így hirtelen a felnőtt mezőhöz csatlakozni, mert igazából csak ott tudnak már nemzetközi eredményt elérni. 56 méter neki az Európa-bajnokságra szint nem elérhetetlen. Bízunk abban, hogy sikerül. Tavaly Kerekes László is kilépett a nemzetközi porondra, őre milyen esztendő várhat? Laci egy kicsit azért is tudott kilépni a nemzetközi porondra, mert kicsit halványabb a magyar mezőny. Most sokkal erősebb, mint tavaly, ugyanála egy kis fizikai erőnlét hiánya az okozta a kisebb teljesítményt. Most nagyon erős, bízunk abban, hogy fellép első számú magyar súlylökőnek. Mikor indul majd a fejlett pályás versenyszezon, és mikor a szabadtéri? Igazából Nyíregyházán lesz már fedett pályás verseny a csarnokba. Igaz, hogy Lacinak lesz ugye súlylökés, de a diszkuszvetők is rajtozálnak, hogy megnézzük, milyen állapotban vannak. A fedett pályás magyar bajnokság, illetve téli dobóbajnokság február végén és március elején lesz, illetve majd tavasszal, május környékében kezdenek azok a versenyek, ahol már a szint elérését próbáljuk teljesíteni. A 2015-ös év az 23-as Európa-bajnokság bronzérmével mindenképp sikeres volt számodra. Milyen reményekkel vágsz neki a 2016-os esztendőnek? Ebben az évben mindenféleképpen egy edénycsúcsot szeretnék dobni, ami idén ugye 63-20 a legjobban. Az olimpiai szintet szeretném megdobni a 65 métert, de először az Európa-bajnokságra kell szintet teljesíteni, az 63 méter, és utána jött az olimpiai szint. Mennyire erős a magyar mezőny, hiszen elsőként ott kell olyan eredményt elérni, hogy nemzetközi pontra kiléphess diszkoszvetésben? Az EB-re is, és az olimpiai is három fő indulhat. Hát elég erős most a mezőny, mert ha jól tudom, Fazekas Robi is lehet, hogy vissza fog térni. Ugye Kővágó Zoli, ugye egyértelmű, hogy ő a legesélyesebb nálunk, és utána még azért vagyunk itt négyen, így fiatalok, akikből ugye majd valószínűleg így akkor csak egy ember mehet, és hát reméljük én leszek. Mennyire inspiráló az, hogy több ellenféllel kell megküzdeni? Mindenképpen ugye úgy kell hozzáállni az edzésekhez is, hogy nem lehet ellazáskodni, mert ugye ott vannak, aztán jönnek rád, úgyhogy mindenféleképpen legjobbnak kell lenni. Mennyire nehéz ez az időszak, amikor ugye edzésekkel telnek a napok, és várjátok a versenyidőszakot, sőt, hát az idén nem lesz a most már mondhatni szokásos dél-afrikai edzőtábor sem. Azért itt van elég monoton ilyenkor az edzés, hogy délután edzünk, ezért megyünk el majd edzőtáborozni Tatára, majd később
megyünk még Portugáliába és Montenegróba is, úgyhogy a versenyidőszak van április körül szerintem, onnantól már azért az eredmények is várhatók, április-május körül, és minden hamarabb a szinteket meg kell csinálni. Két év szünet után ismét van NB2-es férfi kosárlabda csapat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének. A Sunshine Nyikse decemberben kapcsolódott be a keleti csoport küzdelmébe, és eddig egy győzelem és egy vereség a Kovács Tibor által irányított együttes mérlege. Legutóbb a Nagykálló szerepelt az NB2-ben a te irányításoddal, úgyhogy minden bizonyal ismered a csoport mezőnyét. Milyennek az ellenfelek? Részben átalakult a mezőny, de többé-kevésbé természetesen ismerem. És azt mondhatom, hogy ezzel a mostani csapatunkkal, amit reális célként tűzhetünk, egy jó középmezőnyben tudunk végezni. Vannak nagyon erős csapatok, akiknek nem titkolt célja az, hogy NB1B-be jussanak fel, illetve vannak olyan csapatok, egyrészt utánpótlás csapatok, ahol a cél az, hogy fejlődjenek a játékosok, de még nincsenek fizikálisan, se technikai, taktikai tudásban olyan szinten, hogy nagyon jól szerepeljenek még egyelőre. Illetve vannak olyan csapatok, 2-3, akik már egy kicsit már kiregedő félben, levezetésképp egy városban összejöttek az, hogy kosarazzanak, és NB2 szinten kosarazzanak, de minden tisztelet és elismerés az ellenfeleknek, de mi próbálunk azért több csapatot megverni, lehetőség szerint, és minimum a középmezőnyben végezni. Két idegenbeli meccsen már túl van a csapat, milyen eredményekkel? Fel kellett egy kicsit gyorsítanunk, szerencsére az ellenfelek segítettek ebbe, hogy karácsony előtt le tudtunk játszani két mérkőzést. Az egyik a Szolnok vendégeként tisztes, ilyen szinten tisztes helytállásban 20 pontos vereséget szenvedtünk. Az egyik az, hogy csak 80 pontot kaptunk, és több mint 60-at dobtunk, 60 fölé értünk dobásban. Ott már érződött az, hogy van perspektíva a csapatban, mindenféle szempontból a hozzáállás is tekintve jól dolgozott a csapat, és ez a lendület hatott, hogy Debrecenben egy fiatalabb garnitúr ellen tudtunk idegenben nyerni, ott már csapatként és taktikailag is már kicsit összeforrott benyomás keltett a csapat, és több jó egyéni teljesítménnyel sikerült nyernünk. Most a Krúdi gimnázium csarnokában vagyunk, a Vessékben játsza talán, ha minden igaz, a hazai meccsét a csapat, melyik az otthona? Igazából mind a kettő. Csak egy külön mondatként hajragadja meg mindenkinek a köszönetét, tehát köszönetemet azzal, hogy a csapat nevében, hogy lehetővé tették azt, hogy itt szerepeljünk, és szerepeljen egy csapat. Én azt gondolom, hogy a megye életében ez egy példaértékű lehet, amellett, hogy nagy örömünkre az NB1-es csapat, utánpótlás csapataink több-kevesebb sikerrel, de inkább több sikerrel dolgoznak, és ezért gratuláció mindenkinek. És egy háttér országban ez az NB2 egy olyan lehetőséget biztosít, hogy akik nem jutnak az élvonalba, akár tudásuk révén, akár tanulmányi munkai elfoglalásuk révén, legyen egy ilyen szintű játék lehetőségük. Szeretnénk azt, hogy ez a mag megmaradjon, és a kosárlabdának a szeretetét beültetve itt a jelenlegi csapatban és későbbiekben egy példamutatással ez egy hosszabb távú működés legyen együtt. Pénteken játsza majd első hazai meccsét a csapat, ki ellen, mikor, hol és milyen esélyekkel? Igazából az előző gyors kérdésre visszatérve, a Vescsikben van lehetőségünk mérkőzéseket játszani, mert a Krúdi terme nem lehetséges, mert nem szabályos pályával rendelkezik. A Vescsikben tudunk mérkőzéseket játszani, ahol csak heti egyszer tudunk edzeni egyenlőre még. Most pénteken kezdjük a hazai mérkőzéseket, pénteken a Miskolc ellen, szombaton a Debrecen 2 ellen. Én úgy gondolom, hogy egy jó játékkal mind a két csapat verhető, ugyanakkor tisztelve az ellenfélnek az erejét, a tudatosságot, a lelkesedést, a fiataloknál az egész pályás letámadása, a fűzeret, a gyors játékot, a Miskolcnál inkább a megfontoltabb és a rutinos játékot. Mi megpróbálunk mind a kettőre készülni, és remélhetőleg sikerrel. Az NB1B keleti csoportjának második helyén várja a bajnoki folytatást a Nyíregyházi KC. A játékos keretben minimális változás várható, és a célok sem módosultak. A dobogón szeretne végezni a Varga Zsolt által irányított együttes. Azt kaptuk ettől a bajnokságtól, amit elvártunk, illetve amit vártunk. A mezőnyből kiemelkedik 3 klub, a Ferencváros, az Algyő és azt gondolom a Nyíregyháza. Tudtuk, hogy nehéz lesz, és egy nagyon szoros meccsek után, én azt gondolom, ez a másik hely, ez egy nagyon jó kiindulási pont lehet a tavaszi szezon előtt.
azt látni kell, hogy igazából egyetlen egy veresége volt a csapatnak, egy gólos vereség idegenben Békésen. Volt két döntetlenük ebből az Orosházi, én azt gondolom, hogy egy fájó pont volt. Az itthoni agyő az benne volt sajnos a pakliba, bár az bosszantó volt, hiszen 4-5 góllal szinte végvezettük a mérkőzést. Úgyhogy hát ebből is látszik, hogy mennyire szoros a mezőny. Tehát nem lehet egy vereséggel már egyből lecsúsztunk a második helyre. Most azért dolgozunk, hogy ezt a tavasszal ki tudjuk majd javítani. Az eredmények mellett játékban hozták a játékosok, és hozta a csapat azt, amit vártál tőlük. Is. Tehát azt tudom mondani, hogy voltak nagyon jó teljesítmények. Én azt gondolom, hogy kapuban a Nagy Levente nagyon régóta is, nem, sőt, mi együtt is játszottunk. Szerintem az egyik legjobb szezont produkálta. Nagyon stabilak voltunk a kapus poszton, ugyanakkor a Gorán Angelic, ez egy montenegrói fiatal válogatott játékos, ő viszont csalódást okozott, úgyhogy az ő játékát meg is köszöntük most az őszi szezon végén. A külső, tehát a többi játékos, én azt gondolom, hogy a bal szélen a Tóth Balázs szintén távozott, ő pont a konkurens agyűhöz. És a többiek, én azt gondolom, hogy elégedettek voltunk, csapatszinten jó muzsikáltunk. Aki még csalódás, és akinek az ügye még nincs lezárva, az a japán válogatott Makaru Atsushi. Az ő képessége és az ő tudása az azért mélyen elmaradt attól, amit tőle vártunk, tehát nagyon elmaradt. Ennek több oka volt. Kikerült a japán válogatottból, aztán ez neki óriási lelkitörést okozott. Tehát voltak olyan problémák, amit egy profi sportolónak tudni kellett volna kezelni, ezt nem tudta kezelni, úgyhogy az ő játéka mindenképpen csalódás. Nem zárult le még, hogy hogy marad-e, vagy távozni fog. De a többiek, én azt gondolom, hogy akik most maradnak, és akik voltak, azok jó teljesítményt nyújtottak, és ez a másik helyez mindenképpen kellett. Érkezett-e, vagy érkezik-e új játékos a csapathoz? Jelenleg nem folynak a tárgyalások. A héten kezdtük el a felkészülést, úgyhogy ennek tükrében ugye Balszére mindenképpen szeretnénk igazolni. Az elképzeléseink szerint fiatal, tehát ilyen 20-21-22 éves játékosban gondolkodunk, aki már ugye nem juniorkorú, de még a felnőttek között talán megvan az a bizonyítási vágy, hogy ő komoly szerepet gondol magának a kézlabda területén. Úgyhogy egyenlőre még folynak a tárgyalások, mindenképpen szeretnénk megerősíteni a csapatot. Azt is látni kell, hogy nem könnyű, nagyon szűk a merítési lehetőség. Az NB1-es klubokkal, akikkel beszéltem most a felkészülés előtt, nagyon sokan játékos keresnek. A magyar játékosok, én azt gondolom, akik tudnak segíteni, azoknak van komoly szerződésük. Külföldről pedig megmondom őszintén, nem nagyon szívesen hoznék most játékost. Nem túl hosszú a korábbi évek ellentétben, a téli szünet február elején már folytatódik a bajnokság, ráadásul a Ferencváros otthonában kezdtek. Mi a cél, említetted, ez a hármas kiemelkedik a mezőnyben, ebben benne van a bronzéremre, benne van akár a bajnoki cím is. Így van, tehát a cél továbbra is az első három hely megszerzése. Nem mondtunk le arról, hogy akár megnyerjük a bajnokságot. Ugyanakkor azt látni kell, hogy sajnos a feltételrendszerben a másik két klubtól elmaradunk. Ezt be kell vallani őszintén, hiszen a Ferencváros és az Algyő is olyan anyagi és azt mondhatom játékos rendszerre és feltételekkel rendelkezik, amivel jelenleg most nem tudunk versenyezni. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a Ferencváros ellen egy nagyon jó hazai meccset játszottunk, tehát itt már 6-8 góllal is vezettünk, ott voltak sajnos olyan hibák, ami miatt ez az eredmény szorosabb lesz, tehát itthon 2 góllal nyertünk. Egy igazi rangadó lesz mindenképpen. Már olvasom a beharangozókat a honlapon, hogy mennyire készülnek a nyíregyházi mérkőzésre szurkolótáborral. Ezzel együtt mi nem félünk a Fraditól, ismerjük a Ferencváros játékát, bízom bennem. Amennyiben ott tudunk nyerni, már például nyerni szeretnénk a Fradi otthonában, akkor úgy tudjuk megindítani a bajnokságot, ahogy az ősszel is történt. Pontban utolérhetjük az Algyőt, hiszen az Algyő fog utána menni a Fradi pályára is, és én azt gondolom, onnantól kezdve megint nyílt lesz a bajnokság. Mind a két csapatot legyőzhetőnek tartom, magunkat képesnek tartom arra, hogy mindkét meccsen idegenben győzni tudjunk. Hány edzőmeccset játszottok a bajnoki folytatásig? Nagyon kevés az idő, tehát ugye február 6-án már ugye a Fradi pályán vagyunk, 23-án, 24-én részt veszünk a Dobókupán Egerbe, egy ilyen kétnapos tornán, ott van 4 mérkőzésünk.
Jövő héten terveztünk egy, vagy egy Szatmár Németivel, vagy egy Ózdal, még nem tudtuk leegyeztetni az időpontot, egy felkészülési mérkőzést, és van még egy szlovák csapattal, vagy itthon, vagy idegenben még egy, tehát összesen egy ilyen 6-7 mérkőzés van. Nem is terveztünk, és nem is szabad többet, hiszen összesen van jó 4 hetünk arra, hogy felkészüljünk az első bajnokira. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!